Kicsengettek a Karcagi Kovács Mihály Általános Iskola 8-osai számára, akik végleg búcsút vettek az intézménytől. Ki meghatottan, ki jókedvűen köszönt el a jól ismert környezettől, attól a helytől, ahol életük meghatározó éveit töltötték. Az iskola udvarán megtartott ünnepségen, a himnusz felcsendülése után Szentesi Nénánási Tünde intézményvezető köszöntötte a ballagókat és a megjelenteket. A ballagás mindig vegyes érzelmekkel teli esemény, hiszen egyszerre ünneplünk és búcsúzunk. Diákjaink életének egy fontos szakasza ér véget, és egy új kezdethez érkeznek. 8 év nem kevés idő, de úgy gondolom, hogy mindannyian sokat tanultunk ez idő alatt. Együtt küzdöttünk a nehézségekkel, együtt örültünk a sikereknek. Ahogy Antoine de Saint-Exupéry mondta, a jövőt nem lehet megjósolni, de lehet alakítani. Ezt az üzenetet vigyétek magatokkal, amikor most tovább léptek az ismeretlen felé. Az itt szerzett barátságok, élmények és a tudás örökre veletek maradnak. Ne felejtsétek el, hogy az iskola nem csupán a tananyag átadásának helye, hanem az életre való felkészítésé is. Az itt töltött évek alatt megtanultatok kitartani, bízni önmagatokban és másokban, valamint tisztelni és elfogadni egymást. Most egy új szakasz következik az életetekben, tele új kihívásokkal és lehetőségekkel. Ralph Waldo Emerson szavaival élve, ne menj előttem, mert lehet, hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem, mert lehet, hogy nem tudlak vezetni. Gyere mellettem, és légy a barátom. Ezt az együttműködést, barátságot és támogatást vigyétek magatokkal a középiskolába is. Kedves diákok, büszkék vagyunk rátok, és bízunk benne, hogy a jövőben is megálljátok a helyeteket. A ballagó diákok nevében Nagy Angéla 8. A-osztályos tanuló mondott búcsú beszédet. Ezt követően Varga Péter 8. osztályos diák szavalatát hallhatták a megjelentek. A tanuló ifjúságot képviselve Karlovics Olivér Bence 7. osztályos diák köszönt el végzős diák társaitól. A búcsúzó 8-osok osztályfőnökei is felszólaltak az ünnepségen. Marik Mátyás a 8. A, Szabó Péter pedig a 8. B osztályfőnökeként köszönt el a ballagó diákoktól. Ezt követően azokat a diákokat díjazta az iskola, akik tanulmányi eredményükkel, vagy a versenyeken és sportban elért sikereikkel jó hírnevet szereztek az intézménynek. A szülői közösségnek is megköszönte a munkáját az intézmény vezetése. Zárásként az iskola tantestülete búcsúztatta egy dallal a 8-osokat.